És íme ez a csoda. Íme egy újabb indie játék. Méghozzá egy ilyen kalandozós, akciózós, hát stílusban egy kicsit Moonlight erre hajazó, mortás izé. Csak hogy hasonlítgassak valami ez. Kontrollerre nem megy, vagy nem tudom most mi van. Pedig hát én nyomom itt a kontroller, de semmi. Világít is. Lehet, hogy kontrollerre nem lehet játszani. Pedig azt írja, hogy vibrál, meg shake-eli a screent. Nincs magyar szarjáték. Jó? Video. Hát a legkisebb felbontás egyértelműen. Nem változott semmi. Pedig én állítottam itt a dolgokon. Jó, ugye minden új játék elején megnézem, hogy mégis mit rájtenek az opciók. Az egyébként nagyon szimpatikus, hogy annyira fluid a menü. Hogy nyomom, ott van, szépen megy, nem akad, nem olyan, mint a Siege-be, hogy így nyomom, és akkor tik, úpúgy, hanem így történnek a dolgok. Responsív. Újraindítom a hogy hívják ott, a kontrollert, lehet, hogy ezzel van a probléma. Ki tudja, srácok. És hát, ha működik, akkor boldogság, örömködés, és hát természetesen mi egymás. Egy klasszikus mi egymás. A háttérben egyébként fúrások hallhatók, mert 2019-ben nincs E-Hunter stream fúrás nélkül. Nyomok itt egy big picture módot, az általában szokott segíteni itt a kontrolleren. Hátha így adni fogja. Másik megoldás, veszel egy Xbox kontroller gyorsan. Az a helyzet, hogy akkor nekem olyan Nakon, vagy nem tudom mit kéne használni, vagy nem tudom. Vagy nem tudom, mennyire szoknám meg azt a layoutot, hogy így ott legyenek az analógok. Remélem nem túl hangos. Na nézzük! Működik? Működik. Ennyi. Igazából, srácok, újra kellett indítani. Minden számítógépes problémára a megoldás tehát a játék, illetve a gép újraindítás. De lehet, hogy itt a Big Picture mód segített. Ki tudja? Könnyű megszokni? Hát akkor lehet, hogy kell egy Xbox controller buba, azzal egy kicsit egyszerűbben mennek itt a dolgok. Azt mondja, hogy ki kell jutnunk ebből itt a viharból. Itt minden most érkezőnek, sziasztok! Szeizmikus aktivitások! Jó. Ajaj, valami feljött a fedélzetre. Jaj. Okés. Switch to cop. Hát... Pixel orgazmus megint. Jikes! Charge up your Venge attack. Ja, jó. És akkor mit kell lecsapni? Azt csapjuk le. Igen, tehát ez egy fontos cucc.
Áhá, szóval, hogy megvan. Aha, szóval, hogy amúgy rollolni is lehet. Aha. Érdekes. Elkalibrálódott a switch. Lehet, hogy nem tudunk elmenekülni? A kis robotunkat lehet, hogy itt kell hagyni. Feláldozta magát, értünk a kis robot. Milyen jó hangja van ezeknek a kis növényeknek? Ó, meg lett az amulettünk például. A családi amulettünk. Ez már megvan nekünk egy gyerekkorunk óta egyébként. Oké. Mit lehet még itt csinálni? Meginspektáljuk ezt az épületet. Utánérzés. Ez úgy érted fel, tehát, hogy nagyon hasonlít a sztárgyúra. Nem szabad ellen... Engedd át magad a csávításnak, Shadow, meg kell venned, nem amúgy meg. Nézd egy kicsit, aztán dönts. Spark Slinger. Jaj, nagyon ki akartam próbálni. De fura a célzás. Picit van benne minden ebben a játékban, de tetszik. Én is hasonlítgatni szoktam, hogy így jobban elmagyarázzam a játékokat, de itt igazából azt kell nézni, hogy ez egy egyedülálló játék. És nem érdemes hasonlítgatni. Meg lesz. De amúgy igen, sok fajta cucc van benne, amit már régebben láttunk. Aha, szóval ugye leadtuk a crossbow-nkat, és megkaptuk a receptjét, tehát mostantól már tudunk ilyet majd craftolni. Bár a craftolásról semmit nem tudunk, de majd tudunk craftolni. Ja, tehát már nincs nálunk crossbow. Sparklight. Úristen! Hát nem cécózott a játék, nagyon gyorsan... megemlítette nekünk a játék a saját nevét. Tehát konkrétan ki lett mondva. Mindent szét lehet csapni. Itt van Braum. Boy. Ja, hogy boy. Én azt hittem, hogy csaj karakterrel vagyunk. Micsoda van, PS-el csebben van. Hoppácski.
vedd csak meg Flathead-nek a Death Stranding-et, cserébe becementezi a fogadat. Tehát úgy hívják a csávot, hogy Hawkins, és ez a kis widget shopja. Baj ebben a kontextusban csak egy felkeltes volt. Lehet, hogy igazadon, Barailo. Lehet, sőt, balszeg. Van valami floating city, legalábbis vannak pletykák róla. Oh. Szóval, hogy ez a widget shopja, de nincs meg a widget bay. Ja, bag. Jó, tudunk segíteni ilyenekben. Gremlin Southwest. Jó. Hogy nem? Jaha, jó, a meccsedele. Oh, igen. Kár, hogy nincs visszajelzés azzal a kapcsolatban, hogy mennyi HP-ja van az enemynek. Találtunk kék Sparklight-ot, ez 5-öt ér. Na, megvan a widget back. Egyébként holnap jelenik majd meg ez a cucc, úgyhogy ma még nem kell megvenni a cseddeladban. Elég, ha majd holnap beruházol rá. Ó, akkor most nem nézem meg Adri, mert fixen éhes lennék. Aha! Szóval megtaláltad a widget tatyómat. Tartatjuk a widget táskáját. Kaptunk időzített a bombát. És akkor ezt most már ide tudjuk tenni. És tovább tudunk menni. Szóval ad a csaj, okés. Nagyon tetszik egyébként, hogy ilyen fluid a játék, és szépen tartja a 60 FPS-t. Lehet, hogy pazarlunk, lehet, hogy nem. Majd ő eldönti, melyik nem ezt tartja. Igaz. HP, ha esetleg megsérültünk volna. Sok HP. Itt egy kis robotunk. Azt mondja a robotunk, hogy nem kellene itt lennünk, mert hogy ő túl erős. Boris! Tunneling Titan. Nem kamozott. Mert itt az volt a feladat, hogy meghalljunk. Igen. Szóval nem beszél. Mit tett el a hogy hívjákját? A bombáját, amit kaptunk Hawkins-tól. Bla 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 bla. Úgyis majd széjjel csapjuk azt a Titant. Hogy nem, megmutatom a wrench-emet. Ha érted, mire gondolok.
Korgó 50. Fletinek buszjegyre, Ez valami új cheery mód? Wow! Wow! Adri, micsoda cheery módok vannak! A nem jó jelentő, köszi szépen a támogatást! Jó, szóval, hogy ilyen patchet csak a medbay-be lehet equipelni. Oké. Okay. Jó. Szóval, ha akarunk még több ilyen patchet, akkor még több sparklight kell. Jó. Jó. Achievement. Meg is kaptuk. Jesus, nagyon vagány, Adri. Kinetikus konvertálások. Bronze Max Energy Patch. Van ilyen, hogy Max Energy? Ah, itt vannak a patchek. Jó, hát egy negyeddel megnöveljük a HP-nkat. Hát ez nagyon vagány. 9 cuccot lehet belerakni. Damage patch, hát az lenne nagyon menő. Ez az energy, ez így nem vágom, micsoda. Nem költünk sparklightot, mit szóltok? Aha, szóval, hogy neki, tehát a Sparklight a fizető eszközünk, és az ő workshop helyához is azok kellenek, és akkor ad nekünk gadgeteket. Jó, gondolom ő ilyen blacksmith vagy micsoda itt. Nem akarok most költeni, mert inkább akkor a damage patch-re költök valami. A workshopot fel tudunk konstruktálni itt. Hát kérdezik, hogy sajátot, hogy mit? Ott van Kakashi Sensei szőke hajjal. És itt van Hawkins is. Ad nekünk ingyen vicsiteket, hát ez nagyon menő. Ez a Praise the Sun-os kép nagyon jó. Ugye? Annyira jó figurák vannak amúgy az AliExpress-en, Dani. Annyira jó figurák vannak, és hát nem valami nagy szám, meg nem is egy nagy darab. De én nagyon örülök neki, nagyon tetszik. Nagyon jól néz ki. Én az a kis apróságoknak is tudok örülni. Kaj. Itt is lehet egy shopot konstruktálni. 100-ért. Chirping? Mi ez a chirping, srácok? Arra kíváncsi leszek, hogy a receptünket például hol tudjuk majd lecraftolni. Olyan, mint hogyha ilyen lebegő városon lennénk. Istenem, Dani. Acid bog. De nem tudom megmenni. Hogy csobogott a víz. Akkor nem, valami tornyon vagyunk. Vagy nem tudom, mindjárt kiderül. Szóval a Kakashi Sensei. Ja, a navigátor és a pilótánk. Oké. Okay. Én gyorsan megittem az itókámat, hogy kéne még. Shit. Ó, mondtam én, hogy ez olyan moonlighteres lesz. Nem? Olyan moonlighteres a pálya. Hm.
Fú, nagyon jobban kell itt figyelni a desselésekre. Azért. Szia, teszem. Mindenkinek. Szóval akkor oda nem menjünk le? Vagy lemehetünk? Ja, lemehetünk. Azt hittem azt akar, hogy nem menjünk le. Milyen kis dobálózós teknős volt. White Sparklight, tehát van a sima Sparklight, az ilyen, hát ez ilyen zöldesebb. Van a kék Sparklight, ami 5-öt ér, és van a fehér Sparklight, ami 10-et. Uff. Van még egy játék, ami nekem hasonlóan múlna, erre az az Undermine. Nem, azt még nem ismerem. Szia, levestek most. Arról még nem hallottam. Diamond is lesz majd. Oh shit. Jó, hat. Hol megdamolódtunk, basszus. Az egy teknős vaddisznó volt? Nekem ez inkább ilyen vatkannak tűnt. A Diamond majd endgame-be lesz valami. Nem gondolta volna, hogy itt fogunk találkozni fog bárkivel is. Ő itt a Pokémon Go. Hát ez szevasz, szevasz Pokémon Go. Éppen Margot keresi a nővérét. És mivel szétváltak, ezért nem tud visszajutni. Mármint, hogy nem megy vissza, mert hogy amíg nem tudja biztonságban a nővérét, addig ő kint marad itt egy helyben. Hát a Pogó. Istenem van. Azt mondta, hogy találjuk meg a nővérét. Jól van. Az Indák földjén. Az Indák földjén váltak szét. Jó, most azért már jobban ment. Fú, amúgy felírom gyorsan a javaslatodás teknős. Sandermint. Ránk kukkantok. Kíváncsi leszek majd erre a kópra, szóval majd meglássuk srácok a játszi végén, hogy milyen lehet, ahogy a Mortánál is meglástuk. Ó, hát ezt begyűjtöttük. Én ostoba. Szia, szia Willy. Szét lehet csapni, szerintetek? Sajnálom. Köpj le! Nem sok Sparklightot adott nekünk. Az mi volt? Oh shit! Tök menő ez a halál animáció, így... Mi fent vagyunk az égbe, és megmentünk. Jaj, nem olvastam amúgy el. Épp azt néztem, hogy vajon meglát-e a... megmaradtak-e a Sparklightjaink, és úgy látom, hogy igen.
A Wrench-ünk és a Hammerünknek a damage az így megnövelődött. Azaz, most megfog. Azt mondja, ezt a meg kb. Egy mért random a pály. Ja. Szóval van itt nekünk térképünk, itt vannak a patch-ek is, és hát a damage-elős patch az egy kicsit nagyobb helyet foglal el. Szia, kle! Üdv mindenkinek! Inventória. Workshopba lehet craftolni, okés. Mert a világ folyamatosan változik oda lent, legközelebb nem olyan lesz, mint van. Zsíj, jó cucc. És itt a következő, bár 2 nap múlva tudom csak megújítani, de azért ezt beküldöm most. Zsíj, élvezd a... jó játékot, nyegezöm. Élvezd a Prime-osok előnyét, akik kétszer is meg tudják osztani. Köszi szépen a támogatást, G. Imáron 29. hónapja. Üdv újra itt köztünk. És hát köszi szépen, hogy a Prime-ot te is rám használtad el. Érezd jól magad. Mi újság amúgy, hogy mint veled? Úgy, srácok, spameljétek a szvegeket. Tényleg másabb. Egymásnak is tudnak menni a vatkanok. Szia, Nixi! Mi újság? Igen, amúgy George durván megadta nekem az a kis kandikáló izé. De most nem lesz ilyen sikeres. Shit. Már egy ideje ilyen rossz G vagy? Csak most lett. Csak most lett rossz. Szia, Axi. Üdv mindenkinek, srácok. Nem beszéltem a kisráccal, mert dumáltunk. Valahol szerintem van még ilyen. Addig nem tudunk átmenni, ameddig majd nem csapunk egy ilyen izét. 2 óra alvás után zombi üzemmód vagyok. Oh shit. Az nem éppen egészséges, Nixi. Remélem, hogy azért ki tudod majd magad pihenni. Na basszus, G. Hát akkor miről fogjátok nézni a Mandalóriánt? Jaj! Hát B, mert hogy a greedy voltam. Spark Cluster. Ilyen sok a Melon Nixi. Régóta rossz, de most hétvégén kifejezetten vagyok. Másképp a tetejéről küldjük le a netet, amitől értető a lassúság, de most valami zavar van az ételben. Shit. Hát reméljük megoldódik, kicsi. Ó, pedig el akartam olvasni, hogy ez mit tud. Jó. For science volt. Én feladtam a projektoros terveket.
Úgyhogy párom régi nem használt tévéjét hoztuk fel. Mandalorian 2021-ig úgyse láthatjuk. Azt nem tegnaptól lehet nézni? Vagy micsoda? Ja, igen, hát azt meghiszem, hogy rossz lehet, Nixi. EU nem lehet nézni a Mandalorian-t. Disney Plus-on? Nincs EU-ba Disney Plus. Mikor lesz EU-ba Disney Plus? A kabátcsalások a háttérben, srácok. A felső szomszéd. Szeret fúrni, falagni. A Disney Plus csak 2021-ben jön be, most csak Hollandiában. És elő lehet fizetni a holland Disney Plus-ra? Milyen trükkös VPN-es megoldások nélkül? Szerinted normálisak a Disney-nél? Elő lehet VPN-nél nélkül, nem hiszem. Nem is értem, tehát, hogy így... Miért van ilyen... Ó, innen le lehet potyanni! Ez tök menő! Na jó, ez mennyire adja már? Sutty! Le lehet potyanni. Tök jó. Ott szerintetek lesz valami? Nincs EU-ban Disney Plus, csak Hollandiában. Kicsit össze vagyok zavarodva. EU-ban csak a hollandoknak van, George, tesek. Nem tudom. Én úgy gondolom, hogy ezzel csak a kalózkodást nyomják. Segítik elő. Vajon mivel fizettek érte 4-20? Kakasos. A Foundereknek az Ankia, ez nem tudom most így hirtelen micsoda, mármint hogy tudom, hogy micsoda, csak nem tudom magyarul mi. Azt csinálja, hogy azonnal bekapcsol, hogyha meghalunk, és így lesz egy második esélyünk. Oh, shit! Azt hiszem itt szükség is lesz erre. Főleg, hogy mindenki kíváncsi volt rá, és bearangozták, hogy hú, Mandalorian, és kb. Ja, ti nem nézhetitek kategóriát. Ja, ez tök szívás. Ez tök gáz. Ez az idióta üzleti döntés, elvesztettek egy előfizet. Álbubba. Az a helyzet, hogy megszokszva, szóval előbb-utóbb, hogyha sok-sok tartalom lesz rajta, és... Hát nem is tudom. Nem is tudom. Érdekes, minden esetre. Tök elsz, hogy nem tudok érte fizetni, és kénytelen leszek máshonnan beszerezni. Brilliáns üzleti modell. Nyilván amúgy nem ezt akartál elérni, nem ezt akarták elérni a Disney Plus-nál, hanem valami más lehet a háttérben. De így, ez tényleg nagyon rossz, hogy így videó jó, sok helyen elérhető, de egy bizonyos régióban meg nem. És nem egy kis régióról beszélünk. Ja, jogi dolgok lehetnek valami, még igen. Úgyhogy valószínűleg nem a... Nem tudták jól megcsinálni. Jézusom!
Ezt láttátok? Ide kell valami fákja vagy hasonló. Ó, biztos nem fog várni. Biztos nem fognak várni sokan, kakasos. Na ja, persze, decemberre jelenik meg az összes rész, Xivi. Úgyhogy aki spórolni akar, már ha akar persze, akkor érdemes megvárni a decembert, és akkor meg tudja nézni az összes részt. Az a helyzet, hogy rohadtul nincs HP. Ezek meg fognak zabálni. Szia, ez nem mobáltozat? Nope, ez a teljes játék. Ez a teljes játék. A játék egyébként holnap fog megjelenni. Ez ilyen sajtóváltozat a fejlesztőktől. Sajtos változat. Amúgy Disney nagy cég, sok helyen lehetett fennakadás ezzel kapcsolatosan, hogy meg tudják ezt nálunk is oldani, hogy legyen EU-ba. Találgathatunk, hogy mi lehet mögötte, de szerintem nem ez volt a szándékuk, tehát hogy nem akartak velünk kiszúrni. Csak sok emberem megy keresztül ez az ügy. Ahogy például az én monitorom ugye is sok emberem ment keresztül, ezért csak 5 hét után került Gariba. Azt hiszem találtunk egy bugot. Hogy csináltam? Hát az előbb bebagoltunk. Ne szépen kifejezted az ingyen játékot. Hát... ingyen. Semmi sincs ingyen. Öröm nézni, hogy előveszed a régi klasszikus Zeldákat, néha mosolygós fej. Köszi szépen a támadást, X-Sub. Oh shit, nem tudunk erre sem menni. Köszi szépen. Hát, majd ha meg lesz a Switch, akkor milyen Zeldázások lesznek. Nagyon szeretem egyébként ezt a stílust. Nagyon közel áll hozzá. Igen, azt hiszem most feltámadtunk. Pedig láttam, ahogy charge-ol. Végre HP. Nem lehet szétrobbantani? Nem hiszem, mert ezek ilyen a kapu aktiválós cuccok valami, de egyébként jogos a kérdés. Jogos a kérdés. Ezt szerintem nem lehet, de egy robbantást áldozhatunk rá. Ja, szóval érdemes lejönni ezekbe a bányákba. Jaj, ne, boss fight? Nem akartunk ide jönni. Boris! Mikor ne switched? Hát, amikor összejön a donation goal. Streamelhetem-e majd? Ja, robbantani kéne szerintem. Majd megközelem. Szerintem azt kell, hogy bombát kell bele eltetni. Vagy a fene se tudja. Hát a Switch tartalmat lehet streamelni szerintem, Buba. Mert hogy olyan Switch... Nem light-ot akarok venni. Boss fight-ért érdemes volt lenni. Ja!
Ja, hát így jártunk. Gadget Power Patch. Jó lenne megnézni amúgy, hogy ez így micsoda. Jaj, írja is. Jó, nem tudom, mik lehetnek a gadgetek. Lehet, hogy inkább workshopra kéne költeni, mint patchre. Nagyon tetszik ez a patchelős téma. Az is lehet, George Simon. Ott hagytam a HP-t, mert fullon voltam valami. Nintendo Creator Club. Hát... Komolyan ilyen van? Komolyan ilyen van, Bubba? Hát ez rohadt nagy szívás. Én azt láttam, hogy streameltek emberek Zeldát, Switches Zeldát Twitchen, de hát én nem gondoltam ilyenbe bele, hogy valaki megveszi a játékot és nem streamelheti. Hogy volt ilyen? Jó. Én hiszek tettek, srácok. Az helyzet, hogy ezt nem jártam, körülbelül nem gondoltam, hogy ilyen van. Jó nagy szívás lett volna. Veszek egy Switch-et, azt nem játszatok a Zeldával. Szia, Sticky. Nem tudom, Sticky, nagyon szimpatikusnak tűnő akció, adventúrás móka. Hoppá, belementünk egy kis damba. Holnap fog megjelenni. Fú, nem tudom már, hol találtam. Hogy őszinte legyek. Baszák, szétítom a füvet, nem lesz semmi. Ezek a szabályozások már nincsenek, szóval szerencséd, nyugodtan vehetsz majd switchet, nem kell semmit se csinálni, csak belőle a streamet megjelentek. Hú, ki? Királyság. Nem gondoltam basszus, hogy ilyen korlátozás volt egyáltalán. Nem tudom, itt, ja, nincs semmi robbantós izénk. Üdv amúgy mindenkinek. Hali, hali. Jóló. Szóval, hogy az ott a mély víz. Akkor is átmegyek. Hallod? Na azért. Fú, ne is mondd, Sticky. Brutál nehéz a Valfaris. Én most vagyok túl a harmadik bossnál, és hát nem egyszerű. Nem egyszerű. Nem tudom, hogy te jártál már a harmadik bossnál, de amikor így megölöm és még bekapcsolja az önmegsemmisítést, és így meghalok rajta 5-6-szor, az ilyen ej-ej játék. És kezdtem előre. Elvileg a streamen akarsz játékot és nincs bent abban a csoportban, amit a fejlesztők engedik, a többi esetben írnod kell a fejlesztőknek, hogy kérelmet és akár bírálják. Jó. Jó. Hát... Alapvetően olyan játékokat akartam streamelni, amiket így a fejlesztők adnak, kivéve a Zelda.
Úgyhogy azt hiszem, ilyen problémánk nem lesz. Purple Light. Egy kis időre látni fogunk a környezetünkben. Oké, sikszub, világos és érthető a dolog. Ja, hogy ő a Margo! Itt van a Pokémon Go tesója. Na, szóval Pokémon Go adott nekünk egy tokent. Úgyhogy... Menjetek vissza. Jó. Tehát összekötöttük őket. Fú! Félek, cég a Nintendo. Hogyhogy. Nem csak nagyon kötött policieik vannak. Na jó, ez nem az, ahol mi jártunk. Készüljetek fel erre. Oh! Ez nagyon adja, csak mondom. Zeldában is ilyen cuccok vannak. Egyébként én is szeretnék egy switchet, túl sok és hosszú vizsgálatra kell menni a baba miatt annyi idő alatt, amit eltöltök a váróteremben, simán 100%-a megcsinálom az Zeldát. Jaj, nem akartam lejönni. Hát igen. Eltöltök. Az helyzet, hogy nincs robbantónk. Hát, map. Van mapunk. Aha, tehát arra még nem jártunk. Hát, konzoljátékoknál... Oh, basszus, de elszúrtam. Konzoljátékoknál az ez... Shit. Szóval konzoljátékoknál nem vannak olyan leárazások sajnos, mint PC-n. Amúgy nincs ilyen előfizetős rendszer itt a switcheseknél még? Megnézzük ezt a workshopot most már. Szia, Fire Shami. Ó, Fire Shami, köszi szépen a támogatásodat. Egy hónap és egy év, de hajrá, így csak így tovább. Yeah. Úgy értem, hogy új onnan megjelent játékoknál. PC-n hamarabb kezd esni az a játékoknak az ára, mint konzolokon. Bocsánat, lehet, hogy rosszul fogalmaztam. Régi gémekre van, aha. Ja, szóval köszönöm szépen felsemmi a 11 hónap támogatást, mint feliratkozott vadász. Peregjenek azok a bizonyos összvegek. Mizus. $20 egy évre, kell az online-hoz más nincs. Oksa! Én is a babom miatt vettem switchet, gépezőni egyszerűen nincs időm és kellett valami, nem bántanak. Poprox. Már én is várom, hogy veredhessem. Egyébként azért eléggé virágzik a használt játékpiac Nintendo téren itthon, legalábbis amerre én lakok, minden héten lehet
lehetne új kapás. Komolyan? Szóval akkor itt is van ilyen SD kártyás, vagy mire adják a játékokat? Veszel egy fizikai játékot, azzal hogy tudsz játszani? Én is a baba miatt fogom megvenni a Death Stranding-et. Isten, minden úgy királyságos. Frozen, köszi a kérdést. Hollow Knight-ot ismerem. Kétszer kezdtem bele, és mindig... mással nyomtam utána. Pedig amúgy jó cucc. Saját memória kártya? Aha. Ez tök menő. És akkor a memória kártyát annak adom, akinek akarom tud a játékkal játszani. És nincs accounthoz meg ilyenhez kötve, gondolom. Igen, ilyen Spark Stingert akarok. Ez tök menő, X-Hop. Hát azért konzolokon még mindig jobban megvan oldva az, hogy tiéd a játék, mint itt PC-n. Mert egy konzolon kézzel fogod a játékodat. Itt meg PC-n kapsz egy CD kulcsot, amit valami felhőbe aktiválsz, ami nem is a tiéd, csak bérled. Ja, úgyhogy ebből a szempontból az emberek érthető, hogy miért vesznek szívesebben konzolt, meg konzol játékot, bár lehet, hogy ebbe bele se gondolnak sokan. Fúj, kakasos! Volt triangulátor. Volt egyébként valami jogi vita a Fejersámi, valahol pert nyertek, azt hiszem Franciába, vagy nem tudom, hogy hol, hogy azzal kapcsolatosan, hogy a Steamet kötelezzék, vagy valami következménye lesz, nem tudom mi, valami, hogy a Steamet kötelezni akarják arra, hogy játékokat lehessen továbbadni, ha már van ilyen használt játékpiac egyáltalán. Szerintem még az pont amiatt jobban a tiéd, mert például a Steam-en beaktiválod, azt már onnan nem tudod eltüntetni, csak hogyha komplett accountot adod el. Igen, csak hogyha egyszer azt mondja Gabe... Szevasztok, Gabe vagyok a Steam-től, és most vége! Vége mindennek, mint ahogy az X-Fire-rel is történt, tudom, hogy ott nem voltak játékok, de hogyha egyszer csak azt mondja a Steam, hogy hello, akkor hogy játszol a PUBG-vel? Meg a Dotával, meg ilyenek. Pedig az a vicces X-Sub, hogy a fizikai példányok általában sokkal olcsóbbak. Aha, szóval ezzel így meg tudjuk határozni, hogy hol vannak ilyen vaultok. Tehát kaptunk egy olyan patchet, amivel így vaultokat tudunk keresgélni. Nintendo-nál a kártya méretek miatt nem. Pedig Flathead, csak nézd meg, hogy milyen dobozban van, simogasd meg, és lehet, hogy úgy fogsz távozni. Igen, de az már más kérdés fel, semmi, hogy ilyen G2M vagy hol veszel kódokat. Kódot venni... De mi miatt mondaná azt? Tehát neki ebből van lóvé, eladja a dolgokat. Figyelj, Hefex, telik az idő, és egyre jobban rá fognak szállni a Steamre. Megjelenik ugye a konkurencia, itt az Epic, meg mit tudom én, bármi miatt egyszer csak a Steam így
véget érhet. Tehát semmi se örök. Az az örök, amit a kezedbe fogsz. És van róla bizonylatod, hogy te azt megvetted. Minden más az így... Ne. Érted? Feltöltöd Dropboxra a dolgokat. Aztán egyszer csak pápád Dropbox. Nincsenek meg a cuccaid. Gmailt is használod. Egyszer csak vége a Google-nak. De már a Togupra sincs CD-DVD, csak egy kód. Hát, igen. Hát igen, Valdemi. Hát, ki mit szeret? Szereti az ilyen szolgáltatásokat, vagy inkább saját dolgokat akar magának? Na. Jó. És akkor most... Hoppá. Szóval én amúgy ilyet akartam csinálni. Ó, igen. Aha. És ezt úgy... Szerintem erről akart magyarázni, hogy hogy lehet újra tölteni. Shit. Szóval ez az energy. Oké, okay. Tehát nem tudok csak úgy lövöldözni a számszeríjammal. Oké. Okay. Persze, amúgy biztos, hogyha megszüntetek egy ilyen nagy szolgáltatást, akkor adnak alternatívát, hogy a cuccainkkal ne legyen para. Csak addom. Szóval, mert arcra megyek, akkor... akkor bizony... Nem támad. Aj. Ugye itt a fölfele gombot kell nyomni, vagy mi? Nem kell fölfele nyomni. Mi az, ha a fölfele nyomtam, azt nem azt kellett volna. Béna voltam. Na, szóval... Két ütés. Mi lehet szerintetek? Ó, semmi. Még lejjebb mi van? Most úgy kell végigmennünk, srácok, hogy nem halok meg. Nem lesz egyszerű. Nem tudom. Az nem vágom milyen. Én csak az új Zeldát ismerem. Nice. Hát azt hittem, hogy itt lesz valami kapcsoló, de itt nincs semmi. Na,
mikroszkomb. Szia, nos, üdv mindenkinek. Tetszik egyébként a map is. Nos, bedob a Discordra. Szegény nos! Aha, tehát nem ne lehet ilyet csinálni, amit mondtam, hogy arcra megyek, és akkor nem támad meg. Ez fake info volt. Jó, kéne még egy robbantó cucc. Adreno Boost! Aha, tehát ez gyakorlatilag HP Potion. Jaha, tényleg azon milyen lehet gacsi, veszel egy játékot, ugye vissza lehet vinni X ideig, beaktiválod a Steamedre és azt mondod, hogy hoztam vissza, mert mégse kell. Ez nem a Steamről beszélek, hanem egy boltról. Visszaviszed, mert nem működik, és adnak más játékot abban az árban. Hát akkor egy csomó játékot beaktiválsz. Toxinyó. Megettem a füvet, srácok, de itt nincs semmi. A tosomat olvasd át, vettem. Oh, shit. Itt is van valami átjáró. Hozzánk is eltél fővet vágni? Jól fizet, Sticky. Aha, tehát azt írja itt, hogy jobb alsó. Van négy, mi az, négyzet, és a jobb alsó. Ja, szóval jobb alsó. Erre vonatkozott szerintetek? Pedig négy van, és megcsapkodtuk a jobb alsót. Oh, shit! Shit! Hogy tudnak kopácsolni?
érdekes. Na, találkoztunk a tesóddal. Ja, hogy ugyanabban a játékban kell megtalálni a nővérét, meg őt is. Oké. Okay. Nagyon toxikus ez a Rise, srác. Hihetetlen. Nem minden ki volt a dicséretes nyelvtanból, jó? Oh shit, majdnem lepottyantunk. Ó, micsoda vigyiló. Yar, har, har. Hello. Ez a szerencsés napunk, igen. Monty's Howl. Nincsen crew cardunk még. Kaptunk crew cardot. Ez a szerencsés napod, itt elvesztetted az összes pénzed. Igen. Mindig amikor játszok a játékkal, ad egy csillagot a kártyánkra. Kaphatunk 10 csillagot, és akkor upgrade-elődik a crew rangunk. Ez a játék most csak 10 Sparklight-ba kerül. Bao, azt mondja. Na. Nyissunk ki egy ládikót, nagy reward reményében. Hát, srácok, jobb oldali. Ne adj gyorsan. Mielőtt választanál, megkönnyítem neked a dolgot. Ha... Tehát, hogy kinyitja nekünk az egyik olyat, amiben nincs semmi. Én még mindig ezt akarom. Micsoda? Szóval csak egy ládával van cucc. Micsoda! Micsoda, és nem is tudunk többször próbálkozni. A szemétje, hát akkor a kövi rámba majd újra próbáljuk. Hát... Hihetetlen. Lehúztak, srácok. Lehúztak! TLC-ben újra próbáltam. Vagy ha a Founder Edition-t vettél. Jobbra van valami. Ki adta a Nosnak a becenevet? Miucsi volt. Miucsi hívja Nosikának most. Csak mondom. Nem találom a kód mobilt a menetrendben. Igen? Na, ez azt jelenti egyébként, hogy vagy nem lesz, vagy még nem írtam be. De egyelőre nincs terve, hogy kód mobilozza a közeljövőben. Tüm, tüm.
így képzelted, Rise? Jó. Na! Végre hazamentek! El se hiszem. Az olyan trükkösnek tűnik. Kaptunk még egy patchet. Tetszik ez a patches rendszer. Nagyon. Na, mennyit fedeztünk eddig fel? Milyen jó ez a map. Eljózolunk egy hiat. Oho. Ó, ezt nem akartuk. És akkor mi van a bombánkkal? A bambánkkal? Ja, hogy... Jó, most már ezt is tudjuk. Elhasználtam a hiat feleslegesen. Azért jövök egyébként vissza, mert ott van egy terület, amit így nem néztünk meg. Ó, ezt nagyon benéztem. Nagyon greedy voltam. Nem tudom, mi alapján múlik, hogy itt... Mert hogy nem tudom, mi múlik, hogy itt újra teremnek a dolgok. Ó! Megint nagyon greedy voltam. Bejövünk ide és ki is megyünk, tehát nem fogunk harcolni a bosszal. Ja, hogy nem lehet kimenni? Haha. Vicces. Például a bombát azt így nem tudtam elkasztalni, vagy nem bomba. Ezt a robbantós izét. Jó, hát akkor... Még vannak ötleteim. Még vannak ötleteim, mit lehetne csinálni. Például a vaultos keresőt azt így betesszük. Az explorációs wedget... Reveal-elő izé, az most nem kell. Kicsit több HP, jó. Az ott mi lett volna? Az ott picsoda? Lehet upgrade-elni ezt a facility-t. Hogy így még jobban lehessen pimpelni a badge-eket. Ja, várnám.
Azt mondja, tudunk itt játszadozni a workbench-nél. Hát tudunk upgrade-elni, és ennyi. Ennyi. Ez mindössze ennyi, hogy meg tudtuk csinálni a szemszeriat, azt a hello. Jó, van még itt amúgy workbench, amit így... amit így tudunk csinálni. Igen. Widget shop. Energy métert tudunk itt visszatartani. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel még mit lehet csinálni. Hát ahogy látom, ez most egyelőre ennyi. Itt van. Itt vannak a tesók. Jó, menjünk. Gondolom balra fele szintén lehet majd menni, hogyha így tovább jutok ezen a mapon. Haha, ezek nem olyan tesók, Kurányz. Hoppecski. Ott valami el van rejtve. Meg itt is, ha jól látom. Úgyhogy kettő robbantós izé kell nekünk. Átlöktem a következő mert a másik részre. What is not? Szia, Struan! Mi újság? Igen, energy métert tudunk ezzel újra tölteni. Gyere! Hoppá! Mesteri dodge volt. Nem lehet oda fellőni. Nekem is már meg kéne látogatnom a fodrászomat. Mert már eluralkodtak itt a harci állapotok. Hol is vagyok most? Aha. Azt mondja, hogy fölfelé van ilyen vaultos téma. Remélem ki is tudunk innen jönni, ez fontos. Boom balon. Azt mondta, hogy a biztonsága a legfontosabb. De zsír! Na jó. Ez nagyon fán, srácok.
Csak az irányításra kéne rájönnöm, hogy az... Ilyenkor, amikor lefele húzom, akkor nem mozog. Fú, de fura ezt irányítani. Na szóval elküldjük. Aha, tehát én nem tudjuk. Hú, nem volt egyszerű, srácok. Kicsit fura az irányítása, de ez menőséges. Szerintem majd ilyet is tudni fogunk craftolni. Az mi lenne? GTA helikopter, valami olyasmi egyébként. De most már érezzük a dolgokat, csak mondom. Ó, oh, sem. Easy. Jézusom, kellett mondanom, hogy easy. Fú, igen, a Vice City is helikopteres küldetés az borzalmas volt. Hello? Hello? Jaj, hát amarra kell mennünk. Lá. Jó. Még egy megvan. Easy. Rá kell érezni, srácok, utána már minden jó lesz. Zsír, ilyet akarok kaptolni, ez nagyon mókás. Fú, az is borzalmas volt, Xidi, az is borzalmas volt. Ha jól emlékszem, azt tavaly év elején kezdtem el vice-trizni streambe, és így, hát az borzalmas volt. Ja, nagyon, nagyon szimpatikus, hogy ilyen mechanikák is vannak ebben a játékban, Bardami. A Zeldában is azt tetszett, hogy nem csak az, hogy mész és ölsz, hanem hogy így figyelned kell arra, hogy így milyen állapotban van a fegyvered, logikai dolgokat kell csinálni, meg ilyenek. Tehát nem csak így ütögeted a dolgokat kitartóan, hanem ennél egy kicsit több. Tehát például itt is most azt tetszett, hogy az enemy ölte meg a másikat. Mert hogy ráhúztam. Nagyon szimpi. Hát ez csak ilyen kis apróság, de tök menő. Aha, holnap fog megjelenni a játék. Mert tegnap játszhattam volna vele, csak szígyezni akartam. Hát ráúsztam a vatkant. Memória 2 GB RAM, grafika Intel HD 4400. 4400 kell? Nekem a streamer gépbe csak 4000 van. Amúgy megnézem már, hogy fut-e rajta, de így szerintem fixen futni fog. Nagyon
tegyük itt még lejjebb egy kicsit. Van amúgy már robbantós bigyónk, úgyhogy ezt betesszük. Mert a gambelezés, srácok. Szevasz! Igen, ez a szerencsés napom, fixen. Fixen. Persze, hogy ne fizetnék. Na, baloldali. Baloldal. Jackpot! Montinak a pénze 50 sparklightot él. Hát, most nem kamozott Sticky, most tényleg szerencsés napunk volt. Akkor mehet tovább. Ja, ennyi volt? Shit, pedig toltam volna még beléd a menit. Szia, Sziki. Ó, hát én mindig ilyen szerencsés akarok lenni. Bár ahogy látom egyébként, simán lehet itt Sparklightot farmolni. Tehát, hogyha valaki arra megy rá, hogy így kibe járkál az épületekből, meg területről a területre megy, akkor így nem lesz gondja. Ezzel. Ja, most eszélt. Ó, majdnem neki is mentem az enemynek. Megtaláltuk ezt az átjárót. Shifting Sands. Itt például, hogyha megyünk fel. Megyünk fel. Aztán balra. Aztán itt elmegyünk le. Aha, akkor itt a boss. Ez, amit most kihagyunk. Köszi szépen, Center. Köszi szépen a támogatást. Néked is. És hát gratula. Gratulál az arany badge-ethez. Mizus. Próbáltad az új operátorokat? Amúgy úgy, srácok, pergessétek a szvágeket. És nem tudom eldönteni, hogy Kali rosszalkodik. Hogy tényleg ennyire zajongnak fölöttünk. Lehet itt ilyet csinálni? Szivatsz? Nem lehet? Nem lehet. Akkor ide sajnos nem tudunk átmenni oda jobbra alulra a cuccél. Atakerrel már észálltél TTS-en? Azt hiszem nekem is volt egy észem. Karival. Nagyon vagány. És szerinted se OP, mert sokan OP-nak mondják Kalit. De én nem hiszem, hogy így a magasabb szinteken erős lenne, mert hogy nagyon lassú. Misszelsz egy lövést.
akkor így fixen halsz egy közelharcban. Ja, az enő volt Frozen. Enő volt ez az észerés. Hát a izéről nem is beszélve. A Vektorral. A Vájnás lendek. Itt pedig azt mondja, hogy nem Mopi, inkább csak olyan, mint a Shield-es operátorok vagy a Glass, nem mindegy kinél van. Ja. Lefagyott szerintetek? Azt hittem egy pillanatra. Azt nézem én is, hogy ott már pedig valami van, Vardami. De most kezdett el egy kikukucskálni. Itt is ott volt, tényleg? Bágos az új map, hagyj. Hát nem tudom, srácok, az helyzet, hogy nincs időzített bombám, amit itt most lehetne használni. Esetben lehet magad úgy bújtatni, hogy láthatatlan legyen. Az menő. Lightot tudunk poppolni. Azt hittem, hogy szexes a délután turulós. Várjál, itt már átmentünk. Megáll valamiért a töltőképen. Aha. Aha, és itt lehetne tovább menni. Ez még így nem akar kikandikálni, srácok. Na jó, akkor megyünk másfele. Még lehet másfele menni. Nincs világ vége. Például nézzük meg azt, hogy itt elmegyünk a kezdőnkhöz.
Jól van. Köszi szépen, Center. És köszi szépen még egyszer a támogatást. Merre kell innen menni? Jobbra? Sokkal jobban megy azért már mint elsőre. Ide egyébként is vissza akartunk jönni, mert azt hittem, hogy ott lesz valami majd a szikla alatt. De semmi. Eddig hogy tetszik a Sparklight? Jó félem. Jó, abszolút jó cucc. Csak lassan haladok a progressba. Csak Kalácska játszik. Jézusom, milyen vadul nyomja. Amúgy boss-t kell ölni. Tehát valószínűleg csak úgy tudok tovább haladni, hogyha megölöm a boss-t, de azért még itt mindent felfedezek. Még lehet lefelé menni. Ja, játszottál is azzal a cuccal rá, ez hoppá. Köszönöm amúgy, hogy használtad a kódot. Remélem a V-bákokat is ezzel veszed. Na nézzük csak. Egy le, egy jobbra. Így, húzzuk az időt, Varnami, jól látod. Nehogy már haladni kelljen. Hát halljátok, hogy zajong. Hát tudtam, hogy oda fog menni. Igen, energy patch. Ez annyira nem íz ki. Na mi van még? Mi van még itt? Lefelé. És nagyjából ennyi is, azt hiszem. Megint azt írják, hogy sziklás bal felső, színes jobb alsó. Kipi-kopi. Acidális fiúk. És ez megint boss. Tehát két bosshoz menő lejárat van, ha jól látom. Vagy ez az nem bosszos? Én nem tudom. Jóló, hát part sok.
Mint a fészkettő. Kicsit greedy voltam, de meglátsz. A titán slayer. Hát mindig greedy-k vagyunk, Vardami. Még mindig működik a kis robotunk, akit az elején elvesztettünk. Fú. Igen, nem tudtak ide lejutni, valószínűleg a medálunk miatt, mert hogy az kell ahhoz, hogy ezzel erre lehessen haladni. Kösz is, rácok! Mi volt ez? Nézd, valami ott is kukucskál. Kandikál. Oh shit. Nézd, ott nyom a PS-t, vagy mi az a Nintendo Switch-et. Nézd. Pogy. A nem jóját. A nem jóját. Hát ez rohadt menő. Ó. Hát ez nagyon vagány, srácok. Ismeretlen eredetű rúnák vannak. Na? Aha. Ez valami féle üzenet. Blabla, blabla, höbbebe, blabla. Bla 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 bla, höbbebe, bebebe, hablabla. Pont erről beszéltek, srácok. Hoppá. Kijátszottuk, mert hogy végigjátszottuk. Úgy tűnik, hogy véget ért a kalandunk. De ez még csak a kezdet. Aktiválni kell a maradék szíleket is. És gyorsnak kell lenni. A világ sorsa a mi kezünkben van. Ez a csávó eddig nem beszélt. Már ha ez ugyanaz, persze. Tehát addig maradunk itt fent, ameddig a legtávolabbi csillag is kihal. Kihúny a fénye, vagy mi? Mert a sparklight adja az erejét. Ez a titán csak egy volt, a baron a masinái közül. Van négy másik. Jó. Honnan tudsz ilyeneket? A pont. Ő fedezte fel ezt a sparklight-os témát.
És nem gondoltam volna, hogy Baron ilyen hatalmas lesz és gonosz. Na, kaptunk egy olyan patchet, amivel lokáltálni tudjuk az ilyen titánokat a mapon. A következő titán a Golden Woods-ba van. Keletre, a Vinelands-tól. Az lesz a kövi állomás. Bronze Gadget Power. Hát nem grédeljük ezt. Azt hiszem a Moonlighterbe is egyébként hasonlóan fejlődik a környezetünk, hogyha fejlesztjük azt, persze. Így látszódik rajta a kívülről is a változás. Viszont azt hittem, hogy több patchet tudok majd magamra aggatni, de nem. Hát akkor nincs mese. Oh shit. Ezt a titán lokátort berakjuk. Gadget Power-t kivesszük. Ezzel a patch-sel reveal-elődik a Wildlands a térképen, amint leérünk. Szóval, hogy ebbe segített nekünk a két tesó. És azt mutatja a karakterünk, hogy hát itt szerintem most nem tudunk semmit se fejleszteni. Hogy? Klippet ki! Kétszázért át upgrade-el, oké. Az biztos valami. Mert gondolom Frozen már lementette magának egy titkos könyvtárba. Mindenkinek srácok, hali, sziasztok! És a loading screennél már ott van a kis robotkánk. Na nézzük, nemek amúztak. És tényleg reveal elődött. A vaultba szerintem bemegyünk azért, lecsekkoljuk az ottani cuccokat. Na nézzük. Azt hittem. Mit lehetett megcsinálni? Próbálkozunk azért. Kis virág. Nem. Ja. Például a láda. Bár azt nem hiszem. A ládát szerintem azzal a mozgó, robbanó izével kell majd helikopáltára. Föl, balra, föl. Már amúgy megnézzük. Viszont azért az látszódik Vardemi, hogy így tovább tudunk majd menni jobbra, mert hogy ott kellett kiásni a kristályt. Hogy itt már jártunk és ide nem enged vissza. Akkor valószínűleg ez se lesz hasznos.
lukas. Jó, hát fehér mené volt benne, úgyhogy megérte. Ja. Ah, és ott a pipa! Na jó, akkor ez micsoda? Emellett nem tudok elmenni, mert én azt hittem, hogy ez lesz majd a boss. Gyere, mutatom, mire gondoltam. Nézzetek meg. Azt hiszem, hogy már mindent tudok, azt meghalom. Egyet dammol ez a szemét. Hol is van? Nem erre kell jönni. Így van, akkor lesz handmód, amikor a menetrend is tartalmazza azt. Egyébként... még nem beszéltünk ilyenekről a srácokkal, hogy mikor handmódozunk. Szóval én azt hittem, hogy ez lesz a boss. Akkor ez nem boss, akkor ez itt mi lenne? Oké. Shit, és hol a HP-n? Hát legalább rongáltunk egy kicsit. Oh. Majd nem leestem. Oké, és most már ezt is tudjuk, hogy micsoda. Hát így, látjátok, hogy így... arra felé vannak ilyen kis kék pöttyök a térképen, most így hirtelen nincs meg előttem, hogy azokkal mit lehet csinálni. Mindenesetre haladunk tovább a következő szintre. Azt hiszem erre kell menni. És nem. És benéztem. Megállíthatatlanak vagyunk. Hatatlanok. Háromszáz pénz. Gyere, gyere. Na, mi volt a menü kakasos? Egészségedre egyébként. Ezt szerintetek egy másik hely? Az igen, ez fixen másik hely. Jézusom. Tojásleves. Imádom, kakasos. Na, a rakott krumplit se vetem meg. Ahogy úgy, egészségedre, kakasos.
Slammer Gyrosphere. Gyorsabban töltődik fel a slammerünk, tehát gyorsabban tudunk így csapkodni. Jó kis tojás lemes. Na jó. Mit tud ez a wifi el egyébként? Felfedi, illuminálja a területet. Na, és valami kedvéért megnézzük, hogy itt a kis bigyónkkal tudunk-e valamit ezzel kezdeni, de semmi. Nem elég jó, de amúgy lehet majd rajta pimpelni, tehát hogy így ott vannak a lehetőségek. 6 gadget fér el nálunk, a kis robotunknál meg 3. Na és jön az új terület. Úgy érzem, hogy egy kicsit lassan haladtunk, de hát ez most ilyen. Na, szóval a kis izé. Nem csak. Ezt a Valfarizba is utálom, srácok, az ilyen elemiket. Fúj! Két szúrás! Aha, visszakerült a kis robot hozzánk. Hát megcsipkedett minket. 500-ba kerül level 3. Aha, a patchboardot fogja megnövelni a level 3. Hát a level 2 akkor nem tudom mit csinált. No, nem akarok veled beszélni. 300-ba kerül. Ja, az első bossnál volt. Nem tudom, mi volt a másik oldalon, de most lett egy olyan cuccunk, hogy ha meghalunk, azonnal újraéledünk. És ott, ahol meghaltunk, és nem jövünk ide fel. Hú, egy pillanat, srácok, hozok itókát. Eddig nagyon szintén ez a játszás, úgyhogy folytatjuk. Egy Guardian Angel-t vettem, jajjá. Ez a Pokémonban van a Beedrill, nem? Azok neked is egy kis itóriát. Hát látjátok, nem jól rögzített van. Szóval, a tankásos, itt van prézdi, azt thank you.
Mit vagyok, srácok? Oké, okay, hogy a Ubisoft rengeteget fizetett Kalácskának, hogy folyamatosan szaftos dolgokat egyen, de Kali pont az etetőn spórolt, mert mint hogy így az automata etetőn, nekem ne kelljen oda menni például. Elnézhetünk balra, tehát itt lesz rögtön a gamble-ös csávó. Igen. Mehet! Mehet! Srácok! Baloldali! Baloldali, érzem. Mármint, hogy... Rájz, miért mondtad, hogy a baloldaliba lesz? Ej, ej! Szia, Deckhead Horse! Vannak a bosszok. Ott van az összes boss egyébként. Tehát ekkora a térkép tényleg, amekkorát így ide rajzoltak. Madly please. De mint hogy... Psz. Micsoda imótot sikerült ellopkolni. Ellopkolnod. Na, és ezzel mit lehet csinálni? De nem most fogok rájönni. Hogyan fogom? Hát, Nipolite! Köszi a kérdést! Tegnap este... tehát egész este fájt, és amikor sikerült beszondítanom egy 10 percre, akkor már éreztem, hogy enyhült a fájdalom, és így ma reggelre is arra keltem, hogy fáj a fogam, de már nem annyira. Úgyhogy még fájdogál egy kicsit a fogam, de jó lesz. A csőben nem tudom, mit kéne csinálni. Úgy is majd kiderítjük. Gyorsan tudunk ezzel szaladni. Oké. Okay. Úgyhogy ja, belettöm be a fogam. Na. Letör darab helyet pótolva lett. Megyünk erre. Simán lehet, Laca. Mit kell pótolni, hogy kakasos? Egy tömést? De hál' Isten, Nipolite nem kellett gyökér kezelni. Vagy legalábbis most már kiderül, hogy így jó-e. De nagyon azon volt a fogorvos, hogy gyökérkezelés.
Ja, az nem érdemes halogatni kakasos. Én ezt a letört fogamat kb. 3 hete halogattam, és így nagyon idegesítő volt, hogy egy nyelven folyamatosan beleakadt. Én ezt amúgy másra... Jesus kakasos! Oh shit! Kakasos szereti a fáj? Én is. Én is. Érzéstelenítől nélkül, de... Na. Tehát kaptunk egy olyan patchet, ami redukálja az ellenségtől kapott sebzést egy negyeddel. Ez menő. Hát nekem konkrétan annyira letört kakasos, hogy így folyamatosan belement valami rizs, vagy bármi husi, és így rossz volt, meg így az a helyzet, hogy azért hát, hogy is mondjam, voltak pillanatok, amikor ennek köszönhetően kalácska lehelete frissebb volt. Micsoda, azt akarjátok a flektort így ak... Jeez. Az olyan, mint hogyha drogoznék, nem? Csak a felszíjod... De nem mindegy, hogy hol. Igaz? Kalácska lehetem mindig rózsél. Persze. Szívnám másnak a barackáról. Szóval tovább lehetne menni? Vagy ez csak bug? Úristen! Noob! Én noob! Ja, hogy nem kellett valami úgy idejönni. Mm-hmm.
Jajaj! Ó! Oh. Mindig, hashtag mindig greedy. Na, mit akar a bácsi? Köszi, Máté. A gremlinek mindent ki akartak vágni. Nincsenek tisztelete az élet felé. Ő itt Teddy. Ó, és ő a gondnok. Jó. Ő is felmegy majd valószínűleg. És hogy maradjunk biztonságban. Máté. Olyan gondok, aki még magára se tudott vigyázni, azt mondta. Szia, feltette nektek is. Jézus. Jézus! Üsd a popóját. Amit lát csinálni. Ó, igen, fúrján! Ez az. Shrinkinator 5000. Na, itt a csöves téma. Szóval csöves téma. Csöves téma 5000. Na jó. Nem tudom, srácok, csak nyomom. Na, gyere vissza! Mind függ lesz, azt mondod, Sticky? Az biztos. Már most sem tudom, hogy mit csinálok. Csak nyomom. Nálunk most a melóba parketát csiszolnak, vagy nem tudom mit csinálni, de kb. Kétszer-két órában olyan, mint hogyha... Ha! Ez jó lehet. Ez jó lehet. Éppen lehet. Nem tudom, még két hónapja felújítanak. Ezt már nem tudom hova tenni. Reverse engineer ideltem. És most már tudunk ilyet csinálni. Tehát konkrétan kijátszottuk. What? Az ott mi volt? Leköpött! Százhatvanért szerintem semmit nem tudunk csinálni. Craftolni kéne egy cuccat.
Szóval azt mondja, csak hoz nekem Sparklight-ot, lol. Jó, hát oké. Okay. Akkor ezt kell pimpálni, amúgy nincs mese. Szóval le jobbra. Édes Isten! Meg is érdemlek, hogy meghalljak. Mert hogy... érdemlek. Jaja, ott a cső. Csak nincs nálunk az... ezeje. Sirinkinátor. Szóval kell nekünk shrinkinátor, és akkor utána már mindent tudni. Hát erre feleslegesen jövök. Vissza kell mennünk. Elmegyünk egy kicsit jobbra. Majd még egy kicsit jobbra. Szerintem végig fogunk nyomni. Marnami. Na, nagyon szimpi játszás. Vagy a 200-at amúgy összeszedtem. Na így van. Csak az upgrade miatt haltunk meg. Hát ha lesz shrinkinátorunk. Oh. Oh! Jó, tehát még 200-at kell szerezni, és akkor lesz shrinkinátorunk, meg távvezérlési bombánk. Gamblinget ezt nyomnunk kell. Hol a gambling? Balra. Menjünk balra, aztán jó lesz. Te fejed raknám be. Jézusom! Na mehet a gambolozás. Középső. Érzem. Középső.
ennyi. Szia, Aiden, mizus. Pereg a kódozási? Kicsit már elvonási tüneteim vannak, hogy nem játszok vele. Jó, jobbra és felmegyünk. Oh, shit, oh, shit! Nem rezetelődik. Csak egy ren elejéig gembelezhetünk. Hát az helyzet, Hefex, hogy péntekre Fallen Order-ezést terveztem egész nap. De. Értékelem. Nézd meg! És amikor visszamegyek, még akkor is repül a lövedék, hihetetlen. Miért eddig mi nem látunk? Minden irányba a Sparklight Energy-tól. Várom már egyébként, Toxigyú. Kérdés egyébként felétek. Mi ez az EA Access? Illetve Origin Access Premiere-rel játszható lesz-e szerintetek a Fallen Order? Mert azt láttam, hogy EA Access-szel lesznek a bajok, de az engem szerintem annyira nem érint. De mi ez az EA Access akkor? Erre kell menni? Ja. Többivel nem, amit olvastam én is, hogy nem lesz free trial, stb. Az EA Access a konzolos megfelel. Köszi szépen! Köszi szépen az infót. Akkor jó. Csak mert ugye EA Access-en nem lesz elérhető a játék. Az ilyen bolond gomba. Na jó. Értitek? Neki megyek a bolond gombának. És hogyha lefele megyek, akkor fölfele megy. Ha balra, akkor jobbra. Na jó. Ez menő. Ilyennel azt hiszem egyébként a... Fú, nem is tudom. Ilyennel a Jazz Jack Rabbit-be szívtam utoljára. De egyébként tudom, hogy van valami hasonló az izsákba is. Ja, mondjuk ott csak a könyre van hatással. Nem vonzanak a játékok. Jézusom. Hát elvileg itt lesz a boss. Nézd meg, lelőtt bolond gomba lövedékkel. De a nép lázunkot olvastam, hogy azt hiszik, hogy csak 10 órás lesz a játék, és hogy biztos ezért nem játszhatják. Még nem próbálhatják ki. Azt hiszem, de valami spoileres, vagy nem tudom milyen dolgot írtak ezzel kapcsolatban, Toxigyú, amit nem értettem benne, lehet, hogy csak a média. Ezért fújt fel valamit már megint. Ja, na hajrá, Aiden. Hajrá, hajrá.
Ezt ki tudom nyitni? Nem. Milyen hangja volt? Aha! Hát, a grid ugye. Tehát szét kell ütni mi hamarabb a kunyhót, a vikilót. Jézusom, hát mindjárt leugranak a plafonon keresztül, vagy most... Jézus. Új melót nyomatsz. Hoppá, Aiden. GL meg a HF. Lehet egymáson ugrálnak. Azért ilyen hangos, mint a... Vagy egymás... felett. Ra. Ráré. Ki tudja? Ki tudja, mit csinálni felett? A bolond gomba. Az helyzet, hogy nekünk jön egy szúnyog és halunk. Ja! Tudjátok, mit olvastam? Hogy valaki így értékelt a mortás Redditen a karaktereket, és így például a kalapácsos űrge, aki rohadt lassan csap, azt így a rank 2-nek mondta. Pedig hát az nekem rohadtul nem ment. Mondjuk mindenkinek más szerintem a tuti. A Lucid pedig a legaljára mondta, hogy nagyon rossz, hogy így mozgásfele nem lehet vele, mozgásfele nem lehet támadni vele. Én mondom, oké, nekem meg pont azzal lett meg a shieldek miatt. Meg mi is volt? Ja, és Kevin mondta a legjobb karakternek, mert a rohadt nagy krítjei vannak, ami érthető egyébként. Tényleg amúgy egy óra van, ilyenkor nem lehetne zajongni. Nagyon kis butusok. Jeez. Timbert! Hát alá mentem. Jézus! Hát elsőre. Jó az Aiden. Jó az a sniper. Hát megnéztük, hogy milyen. Na. Shrinkinator 5000-ünk is lett. A bombalonunk is lett. És a bombalunk is lett. Szóval ezeket most már így tudjuk használni. Na tegyük csak be ezt valahova. Ja, ez így automatikusan megy, jó. Oké, és menjünk srácok, most már csövekbe is be tudunk menni.
nézzük, mi az irány. Itt nincsen gamblinges téma. Oh shit. Szóval lefele megyünk, aztán jobbra. Okay. Jó, jó kicsi ez a map most. Ezt mit ad? Mi? Micsoda? Azt most nem értem, miért nem. Haragudj. Ez most egy 10-es volt, ugye? Zsír. Na, szóval ez a bumbalon kellett ahhoz, hogy az elérhetetlen ládát fel tudjuk majd szedni. Majd meglátjátok. Boss, akit már megöltünk egyébként, ahhoz nem tudunk bemenni, tehát itt le van zárva ez a rész. Tök jó. Ó, nem néztem, Laca. Majd meglássuk. Aha, azt hiszem, buggy bug. Jobbra. Sok energit használ. Pont rossz fele indítottam el. Shit. Ó, hogy ölünk egyet, akkor kapunk vissza energit. Aha, zsír. Akkor még lesz esély. Na nézzük csak újra. Mondjuk nem erre kéne akkor pazarolni. Izé. Hát egyet eljúzolunk ide. Spartlight-ok miatt. Egyet pedig ide, hát ha lesz itt valami lejárat. Ó, igen. De itt nincs semmi látszólag. Jó, tuti amúgy van itt valami, csak én nem veszem észre. Mondja, csendben van. Szóval tüskés és fáj, hogyha neki megyek. Tehát bebolond gembáztak.
Na! Én úgy gondolom, hogy ennyi halál elegendő mostanra. Megnézzük ezt a kópos tuccot. Hello? Gremlin furnace-eket tudunk lokáltálni. Oké, és köszi. Ó, tehát a kóp itt úgy néz ki, hogy valaki lehet a csajszival, és valaki lehet ezzel a kis izével. Ez a kóp. Menő. Olyan, mint így zsákban. Úgyhogy ja. Hát srácok, már ennyi lett volna a Sparklight. Remélem élveztétek. Nagyon mókás, nagyon mókás játék. Örülök, hogy meg tudtam nektek mutatni még így megjelenés előtt. Azt hiszem el leszünk vele. Megpróbáljuk természetesen végigjátszani. Jó cucc, abszolút jó cucc. Tetszenek ezek a mechanikák, amik így ebben a játékban vannak. Ja. Még ilyeneket úgyis keresgélek, küldtek, úgyhogy ilyen stílusú a játékból nem lesz hiány itt a csatornán.